50. évadát ünnepli a Komáromi Jókai Színház. A jubileumot a Kőváros című darab premierjével indítja a teátrum. A prágai szerző darabját Martin Huba, szlovák színész rendező, a Pozsonyi Színművészeti Főiskola professzora vitte színre. Elsőként Gál Tamást, a Komáromi Jókai Színház igazgatóját kérdeztük. Ő éppen a Beszélő Köntös című előadást rendezte. Most beugrom, az egyik kollégánk nem tudta vállalni ezt az előadás sorozatot, és hát van bennem egy feszültség természetesen, hiszen már játszottam ugyanezt a szerepet, de egyszer vagy kétszer, fél évvel ezelőtt, úgyhogy kicsit izgulok, de tegnap már jól ment, úgyhogy leszámítva azt a pár hibát, amit vétettem. Nagyon szereti a felvidéki magyarsága saját színészeit. Ő a Csavar Színházat, az összes alternatív színházat életben tudja tartani. Az, hogy ez az előadás színpadra kerülhetett, ez is egy csoda, mert hogy a költségvetésére, ha gondolok, akkor a fele nem volt meg, de az se a fenntartó biztosította, hanem természetesen azt is mi pályáztuk meg. Kultmillónak köszönhetjük az előadás költségének a felét, a másik felét úgy kellett összekoldulnunk, kaparnunk, kalapoznunk, és ez a mai napig ez így történik, pedig nem egy nagyon óriási költségvetésű előadást látnak, de az biztos, hogy ha ettől eltekint a néző, akkor szívvel, lélekkel játszó, önmagukat a színpadon égető művészeket kapnak cserébe, és egy olyan alkotás, ami teljes mértékben a miénk. Komáromi, a dalszövegíró, Laboda Róbert, Lakatos Róbert, a zeneszerző, akinek most az intézményében vagyunk, ugye ez a Komáromi Művelődési Központ, mert hogy olyan sok gyerek kíváncsi rá, hogy már nem tudtunk teret adni a Jókai Színházban, át kellett jönnünk ide. Ugye Varga Emese dramatizálta a színházunk művészeti vezetője, és Mixát is, felvidékről származó óriás magyar írónk, tehát hogy, és én rendeztem, és gömöri táncosokkal, de hát végülis tulajdonképpen, tehát tényleg hála Istennek, hogy a közönség az viszont mindenért kárpótol minket. Ez egy Mixát Kálmán beszélő köntöse, ami egy teljesen felvidéki darabként tartható számon. Nagyon kedves zenés. Igen, itt született darab. Számunkra nagyon kedves, vidám, zenés darab, ami szerintem megszólítja a diák közönséget is, meg a felnőtt közönséget egyaránt. Nagyon örülünk, hogy végre a színház játszhat, mert hogy 3 éven keresztül nem nagyon tudtunk diákoknak játszani, és most már Mesénk is készült el, a Kacagó király kisasszony, annak egy hete volt a bemutatója, úgyhogy most így belecsapunk a lecsóba, és folyamatosan játsszuk a diák előadásokat. Idén a Külvárossal készülünk, Martin Huba rendezett, és ugye ebben mi vagyunk a főszereplők. Mondhatom, hogy egy nagy kihívás volt szerintem mindkettőnk számára, hogy már rég volt ilyen fajta főszerep, amikor így az elejétől a végig színpadon vagyunk, és Martin Hubával próbálni, mivel egy nagyon-nagyon nagy kaliberű színész, ezért a próbán is oda kell tenni magát az embernek minden egyes alkalomkor, úgyhogy ez egy jó kis munka volt. Számomra azért is volt nagyon nagy kihívás, mert hogy ugye Marci azt játssza, hogy ő egy profi táncos, és én pedig úgymond jól tudok táncolni, és akkor ezért mi 3 hónapon keresztül jártunk jive-ozni, meg csacsázni, meg tangót táncolni, és utána meg is mutatjuk az előadásban, hogy tudunk Szilvi táncolni. Szilvi még törött lámbal is táncolt. Volt itt minden. Volt minden, igen. Úgyhogy ezért is nagyon nagy kihívás, hogy tényleg úgy tudjunk a színészi feladatok mellett koncentrálni a táncra is, hogy azt elhiggyék, hogy mi profi táncosok vagyunk. Miért
fontos az a találkozó, amelyet a Kisvárdai Színházi Fesztiválon tudnak megejteni. Ez a fesztivál a Jókai Színház életében mit hozhat? Kisvárda meg egy tényleg zseniális kezdeményezés volt akkoriban, amikor még ugye nem sok anyaországon, még nem sokan gondolkodtak azon, hogy bizony, hú, Trianon után még mindig léteznek színházak, nem is akármilyenek, iskolák, hogy adjunk ennek egy fórumot, és akik ezt elindították annak idején, zseniális emberek. Tehát, hogy egy hatalmas hiánypótló volt, és egy hatalmas fórum, találkozási pont, ahol megismerhettük a vajdaságiakat, a kárpátaiakat, az erdélyi színjátszást, de nem tudom, hogy tudnánk-e róluk egyébként, hogyha az a fesztivál nem volna Kisvárda. Azt hiszem, hogy ezzel mindenki egyetért, anyaországi színházcsinálók is, hogy azt hiszem, hogy nem tudnánk egymásról szinte semmit, hiszen a többségi nemzet színházait követnénk, meg a fővárosi, ugye anyanyelvünk főváros, a Budapest színházait követnénk, de hát nem tudnánk egymásról. 70. születésnapunkat ünnepeltük, és egy kisebbségi színházi fesztivállal, és bizony abból a kisvárdai kapcsolatokból merítettünk, úgy hívtuk a színházakat, akiket ott megismerhettünk. Kisvárda az mindenkinek ilyen állandó nosztalgia, tehát hogy ha az ember egy évben nem kerül el Kisvárdára, akkor, vagy színészként, akkor van egy ilyen kis hiányérzete abból, hogy ez úgy hozzátartozik x éve a színház életéhez, meg a mi életünkhöz. Tavaly találkoztam ott más színházakból is fiatal színészekkel, és én főleg ezért várom, hogy persze azon túl, hogy most először megyek úgy Kisvárdára, hogy én egy mondhatni abszolút főszerepet játszom, úgyhogy nyilván ezért is van bennem egy plusz bizonyítási vágy, vagy hogy mondjam ezt, tehát hogy oda kell magam raknom mind a színház, mind a magam érdekében. Leginkább azt várom, hogy megismerkedjek más messzi színházból érkezett fiatalokkal, és aztán esetleg új kapcsolatokat létesítsek.